Üdvözlök mindenkit, én Kilin 2007 vagyok, és ebben a mai videóban volt blitzezni fogunk, és hát már azt terveztem így, hogy mivel ugye Black Friday tegnap volt, és bejött egy ilyen cucc, amit ugye kuponokért lehet vásárolni mindenfélét, ezért megveszik a Type 64-et, amiért kuponokat kapunk, de a legfőbb ok, amiért ezt megvesszük, az az, hogy van megfelelő aranyunk, és az összes prémium tankom, ahogy itt láthatjátok, ugye mind heavy tank, és a Type 64 lenne az első olyan tankom, ami nem heavy tank lenne, hanem egy tier 6-os light tank lenne, egész jó értékekkel, amiket így főképp tudni kell róla, hogy elég könnyen beüthető itt a lövegnél körülbelül, illetve ezen kívül máshol, ami így nagyon gyenge pont lenne, olyan nincs, ugye többi az így átlagosan néha beüthető, néha nem, opá, nem ezt akartam, hanem itt amiket tudni kell róla, például ugye a top speedje 72 kilométer per óra előre, hátra 23 kilométer per óra, ugye 900 HP-ja van, illetve ilyen 5,4 szek alatt tölt újra, ha jól tudom. Ezt mindjárt meg is nézem, már csak így kell keressem, de hát itt van 6,23 szek, akkor tévedtem, szóval ugye 6,23 szek alatt tölt újra, viszont hogyha felszereljük rá az adott equipmenteket, amiket itt majd oldalra bevágok, akkor annyiba nő ez az egész, hogy a HP-ja azt hiszem 954-re fog így átmenni, átváltozni, illetve a reload time-ja 5,46 szek lesz talán. És érdekesség még a Type 64-ről az, hogy egyedül egy darab Type 64-es prototípus van most jelenleg a világon, és a többi már nincs, szóval ez élte túl így a háborút. És akkor hát szerintem vásároljuk is meg a Type 64-et. Igen, biztos vagyok benne. Oké, most éppen várunk. Addig kinyitunk egy konténert. Rendben. És meg is van. Itt a Type 64. Csekkoljuk is a hangárban. Tökéletes, ez egy kínai tank. Amit itt tudni kell, még, ahogy itt láthatjátok, van 30 kuponunk, és ezekből itt mindenféle tudnék vásárolni, viszont úgy döntöttem, hogy ezt a 15.000 free XP-t fogom így megvásárolni, mivel hogy elég közel járok a badge-hez. Viszont ez a videó, ez, ha mindig az, akkor majd a badge-es videó után fog kikerülni, de most jelenleg úgy állunk, hogy XP-ügyileg így minden megvan, illetve ugye hát még egy 108.000 kredit kell, de szerintem ne is húzzuk tovább az időt. Szereljük fel a Type 64-et ugye az adott equipmentekkel, és hát meg is volnánk szerintem. Kamót még nézek rá, de úgy tűnik, hogy nincs semmilyen legendary, szóval szerintem rakunk rá valami alapot. Mondjuk ezt. Így aztán majd max megváltoztatjuk. És akkor hát szerintem kezdjünk is bele a testcsatába. We'll be right back.
Na, és hát ez a videó egyelőre ennyi lett volna. Ha tetszett, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg és szeretnétek, ne felejtsetek el feliratkozni. Én Killing2007 voltam, sziasztok!